Vigyázat, jogviszony nélkül egészségügyi járulékot kell fizetniük a végzett diákoknak. Több mint 300 nagycsoportos részvételével rendezték meg a 12. kerületi óvodák fülemire környezeti találkozóját. A nap szerelmese, a 170 éve született Munkácsi Mihályra emlékeztek. A Hegyvidék Televízió híradóját látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Ismét trükkös tolvajt fogtak el a 12. kerületi rendőrkapitányság munkatársai. Az elkövetők a vízművek munkatársainak adták ki magukat, így jutottak be egy németvölgyi úti lakásba. Az ott lakó idős hölgynek azt mondták, hogy túlfizetése keletkezett, ezért több mint 100 000 forint jár vissza neki. Az egyik elkövető azonban azt kérte a sértettől, hogy váltsa fel az egyik 10 000-est, csak így tudják odaadni a pontos összeget. A nő azonnal a szobában lévő szekrényhez sietett, de nála is csak nagy címletek voltak, amit közölt is az elkövetőkkel. Ekkor az egyik férfi elterelte a hölgy figyelmét, társa pedig a kilesett helyről több 10 000 forintot vett ki. A sértett csak később vette észre, hogy a félretett összeg eltűnt. A hegyvidéki nyomozók a Lehel téren fogták el az egyik feltételezett elkövetőt, társát pedig hasonló bűncselekmény elkövetése miatt a Heves megyei rendőrök kerítették kézre. A trükkös tolvajok előzetes letartóztatásba kerültek. Több mint 300 nagycsoportos részvételével rendezték meg a 12. kerületi óvodák fülemire környezeti találkozóját. A gyerekek mozgásos ügyességi feladatokon és ismeretterjesztő foglalkozásokon keresztül tudhattak meg többet a madarak vándorlásáról, a kövek keletkezéséről és a környezetvédelem fontosságáról. Idén először állatsimogatóval is várták a kicsiket, de nem csak ez az egy nap szólt a természetvédelméről, a környezeti nevelés ugyanis a 12. kerület óvodák pedagógiai programjának is fontos része. Nem megyünk kocsival erdőben, nagyon jó! Felszedjük a szemetet! Felszedjük a szemetet! Szinte egymás szavába vágva sorolják a gyerekek, mit tehetnek a környezetvédelme érdekében. A 12. kerületi óvodák Fülemile környezeti találkozóján játszva tanulhattak a kicsik. A szervezők idén is 7 állomásból álló pályát építettek fel a Normafa óvoda kertjében. Így néz ki a kartonból és műanyag kupakokból összeállított kupak foci. Ez pedig a PET palackokból készült lengőteke. Ezekkel a játékokkal azt akarták megmutatni a gyerekeknek, hogy mennyi minden készülhet néhány kidobásra szánt tárgyból. Markolj bele, vastagám! A juhok gyapjával ismerkednek az óvodások, az állatok pedig békésen tűrik a simogatást. Az idei környezeti találkozó egyik legnépszerűbb állomása az állatsimogató volt, így a kicsik élőben is láthatták azokat a házi állatokat, amelyekkel legfeljebb vidéki falvakban vagy az állatkertben találkozhatnak. És a kecske mit ad nekünk? Teje. És még mi készül a kecskének a tejéből? Sajt. A 12. kerületi óvodák környezeti találkozóját 14. alkalommal rendezték meg. Az idei program is több újdonságot tartogatott. A Nemzeti Park című állomás tavaly nem volt, az állatsimogató sem volt, a Madárvonulás című állomás sem, mert úgy gondoltuk, hogy a frissítésre szükség van, bár vannak olyan állomások, ahol amik tavaly szerepeltek, csak más éppenséggel más feladatot kell megoldani, más eszközzel, más az óvónéni személyisége, másképp teszik fel a kérdéseket. Az a fontos, hogy a gyermekeknek a tudására építünk az eddig, illetve hát egy kicsit bővítjük is. Fonti Krisztina alpolgármester elmondta, a hegyvidéki önkormányzat fontosnak tartja a környezettudatos szemlélet képviseletét, éppen ezért az óvodák pedagógiai programjának részévé tették a környezeti nevelést. Az óvodáinkban a pedagógiai programnak fontos része mindenhol a környezettudatos nevelés. Tulajdonképpen ahhoz, hogy a jövő generációja környezettudatosan éljen és megvédje a környezetet, már egészen kiskorban kell, hogy erre felhívjuk a figyelmüket, és hogy ezt megtanulják, és magukévá is tegyék, hogy számukra ez már természetes legyen majd a felnőtt korban. Itt ez az alkalom, és ezek a találkozók évről évre kiválóan alkalmasak arra, hogy a gyerekek
megtanuljanak sok fontos dolgot a környezetvédelemmel kapcsolatban. A környezeti találkozón minden gyerek győztesnek érezhette magát. Ez nem vetélkedő, hanem ez mindenféleképpen egy játék, hiszen ezeknek az óvodás gyereknek a legfőbb tevékenysége a játék. Ezt szeretnénk egy kicsit úgy kibővíteni, hogy az ismereteket is játék közben szenzitív tapasztalások útján szerezhessék meg. Az óvodás csoportok többek között emléklapot, könyveket és lekvárt kaptak jutalmul. 10 szénmonoxid érzékelő típus közül 9-ről az derült ki, hogy hibás, ismertette a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság. A megvizsgált készülékek többsége vagy egyáltalán nem jelzett szénmonoxid kiáramlása esetén, vagy hamisan riasztott. A Fogyasztóvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy fontos, hogy mindenki szaküzletben vásároljon szénmonoxid érzékelőt, valamint olyan terméket válasszon, amelyhez magyar nyelvű használati utasítás is tartozik. Az előírások szerint 2 évente ellenőrizni kell az érzékelőket, ezt azonban az emberek 95%-a nem teszi meg. Azoknak a diákoknak, akiknek a nyáron befejeződtek a tanulmányaik, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A járulék fizetési kötelezettség bejelentéséhez egy adatlapot kell kitölteni, amelyet vissza kell juttatni személyesen, postai vagy elektronikus úton a NAV-hoz. Azoknak a diákoknak, akiknek a nyáron befejeződtek tanulmányaik és még nem tudtak elhelyezkedni, az adóhivatalnál egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, ha egyéb jogcímen nem jogosultak egészségügyi ellátásra. A nyáron végzős nappali tagozatos tanulók diákigazolványa október 31-ig érvényes. Az érvényességi időt követő 45 napig jogosultak egészségügyi ellátásra, de december 16-ától már egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetniük, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Erre a járulékra be kell jelentkezniük a NAV-hoz a 14T1011-es adatlapot ügyfélszolgálaton vagy az internetes honlapunkon lehet elérni. A kitöltött adatlapot postán, személyesen vagy elektronikus úton ügyfélszolgálaton keresztül is be lehet nyújtani. Ezt a járulékot abban az esetben kell fizetniük a végzős hallgatóknak, ha nem helyezkednek el december 16-áig. Abban az esetben, hogyha valaki nem jelentkezik be erre a járulékfizetési kötelezettségre és nem fizeti a járulékot, ez viszonylag hamar kiderül, hiszen az OEP rendszeresen küld egy listát azokról, akik nem jogosultak az ingyenes egészségügyi ellátásra, és ez alapján a lista alapján mi írjuk elő utólag visszamenőlegesen ezt a 6810 forintos havi összeget. Sajnos ilyen esetben késedelmi pótlékkal terhelten kell előírnunk a fizetésre kötelezettnek. Ha nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel a végzős diák, a járulék fizetési kötelezettséget a beleegyezésével más is teljesítheti, például valamelyik családtag. A fizetést átvállalhatja például valamelyik családtag is, hiszen nagy valószínűséggel nincs önálló jövedelme az illető volt diáknak. Nagyon fontos az is, hogy amennyiben elhelyezkedik, úgy ez a fizetési kötelezettség megszűnik, de nem automatikusan. Abban az esetben, hogyha munkaviszonyt létesít, akkor a munkáltató bejelenti az alkalmazottait, és ettől szűnik meg a 6810 forintos járulékfizetési kötelezettség. Ugyanakkor, hogyha volt diák más jogviszonyt létesít, tehát például őstermelő lesz, vagy egyéni vállalkozó lesz, akkor neki kell kijelentkeznie ez alól a 6810 forintos járulékfizetési kötelezettség alól, és ezt ugyanazon az adatlapon teheti meg, mint amelyen bejelentkezett. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2014-ben 6810 forint havonta, naponta 227 forint, amelyet csekken, bankkártyával vagy átutalással a NAV egészségbiztosítási alapot megillető bevételek számlára kell megfizetni. Külön egységekkel figyeli az adóhivatal a világhálót, főként szabályszegő kereskedőkre, alkoholt és dohányárut kínáló magánszemélyekre, hamisítókra, adócsalókra vadásznak. A NAV idén körülbelül 2000 ellenőrzést végzett a világháló működő vagy ott hirdető vállalkozásoknál. A revizorok mintegy 140 millió forint hiányzó adóra bukkantak, valamint több mint 60 milliós mulasztási bírságot szabtak ki. Az ügyek többségében a számla a nyugta kiállításáról feledkeztek meg. Tovább csökkenhet az üzemanyagok ára péntektől, azután, hogy ma a gázolaj 6, a benzin pedig 9 forinttal lett olcsóbb.
Az újabb árcsökkenés után a gázolajért 5, a benzinért 9 forinttal kell majd kevesebbet fizetni. Így a benzin átlagára 394-395, a gázolajé pedig 404-409 forintra mérséklődik. A benzinár 2012 áprilisában érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Az autósok 15-25 forintos árkülönbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. 170 éve született Munkácsy Mihály, ebből az alkalomból Munkácsy estet rendezett a MOM Kulturális Központ. Munkácsy Mihály életét Széchenyi Ágnes irodalomtörténész ismertette, míg az alkotásokról, Munkácsy művészeti stílusáról Bella Gábor művészettörténész beszélt. Az esten közreműködött Hol Zsuzsa színésznő. Munkácsy Lieb Leó Mihálynak és Rök Ceciliának a gyermekeként született Munkácson. Ez egy eredetileg német család volt. Azt tudjuk, hogy 1868-as a névmagyarosítási engedélynek a keltezése, innentől használja a Munkácsy Mihály nevet, amit ugye a korszokása szerint, bár éppen ellentétesen Jókaival, Y-nal látott el, ugye Jókai pedig éppen 1848-ban vette le az Y-t a neve végéről. Pódiumbeszélgetést rendezett a MOM Kulturális Központ Munkácsy Mihály születésének 170. évfordulója alkalmából. Az ingyenes esten Széchenyi Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia munkatársa idézte fel az asztalos segédből lett világhírű festőművész életének színtereit és eseményeit. 1887-ben születik meg a méretében legnagyobb születésű munkája. Kívánom, hogy ezt mindenki közeljövőben megnézhesse. Ha eddig nem tudta volna, akkor ez a Bécsi Kunsthistorisches Múzeumnak az egyik mennyezetképe, amely közel 100 négyzetméter. Ez is egy nagyon impozáns kép, és a nemzetközi elismertségét és nagyságát tudjuk vele többek között dokumentálni. Vallási tematikájú festményeiről, szalonképeiről, tájképfestészetéről és a nemzeti múltat feldolgozó pannóiról pedig Bellák Gábor művészettörténész beszélt az érdeklődőknek. Itt egy korai képét mutatom, az egyik első képét, amit Budapesten kiállított, a felolvasás. Ugye a falusi felolvasás. A képen az látszik, hogy itt ez a fiatal ember nagy ambícióval indul neki ugye a festészetnek, egyből egy bonyolult kompozíciót választ, sokalakos kompozíciót, látszik, hogy kicsit ügyetlen is, de minden esetre az ő, hogy mondjam csak, megint azt mondom, hogy ambícióit, ezért ez fényesen mutatja. És nem telik el néhány év, valóban már az új korszak, új nemzet, új reménységeként beszélnek róla. Munkácsy Mihály képeinek nagy része magántulajdonban van, de őriz néhányat a Magyar Nemzeti Galéria és Békés Csabán is megtalálhatóak festményei, ahol a gyerekkorát töltötte a festő. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!